Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megvárta a szünet végét, üdvít nálunk a kedves VOD nézőknek is, és mindenkinek, aki itt van. Sziasztok, srácok! A King Arthur Knights Tale epizód 30, nem, már most nem, lehet, hogy már 40-nél járunk ki, nem tudom megmondani, hogy hánynál vagyunk. Talán ez most már a 37 lesz, hoppá. Igen, lehet, hogy nem lesz hozzá borítóképem, azt majd kell csinálnom a stream után. Lehet, hogy még a Darkest Dungeon 2-t is megvágom. Na mindegy, a lényeg az, hogy... A King Arthurral mostanság nem játszottunk, ugye az elmúlt hét elég necces volt itt minden tekintetben, nagyon össze... Hát nézd meg... MCA... Hát jó Isten, nagyon szépen köszönöm neked is, és minden kedves támogatónak tényleg ebben a hónapban. Ebben a hónapban nagyon sokkal támogattátok már a csatornát, és tényleg így a fejlesztések meg minden szerintem már így biztosan nem lesz, hogy nem lesznek úgymond kifizetetlen, vagy hogy mondjam. Nagyon szépen köszönöm tényleg mindannyiótoknak ezt a sokat, amit áldoztok a csatornára. Igyekszem minél több tartalommal meghálálni, és fejlesztésekkel, és minden királysággal, amit majd még idénre beterveztem. Egyébként nyomtam ki nektek ma, raktam ki nektek Discordra híreket is. Hát rövid híreket, mert igazság szerint csak annyi, hogy összeírtam ugye, hogy mik azok a dolgok, amiket ezen a héten szeretnék így ötletelni legalább már rajta, és egy-két héten belül megvalósítani. Új alerteket szeretnék, egy-kettőt, nem mindegyiket. A követésekre mindenképpen, a subokra szeretnék még új alerteket, különböző szintekre, meg mindenre. A csíra szerintem maradhat így, azt én nem bánom, azt szerintem teljesen rendben van, de a követésekre szeretnék, és a subokra is egy kicsit más formában önteni a dolgokat. Nem tudom, hogy tudtok-e ilyet, itt a sok-sok streamer, aki itt van ma este nálunk. Én szerintem az... most bocsánat, még az epizód elején meg kell ezt kérdeznem. Valószínűleg élőben a legegyszerűbb, mindegy. Discordra is feltetném a kérdést igazság szerint, hogy... vannak ilyen beúszó elemek, ez egy browser source, az biztosan, amik reklámozzák mondjuk a csatornának a Facebookját, a Discordot, az Instát, csak úgy beúszik oldalról, megpördül az ikon, aztán mondjuk egy 3 másodperc múlva eltűnik. Ez szerintem valami HTML-ben, vagy nem is tudom, tehát ilyen CSS dolog lehet, nem? Tehát, hogy meg kell dizájnolnod egy kóddal, a beúszást meg kell oldani, és akkor utána azt gondolom, hogy az szintén a kódban van beleírva, és akkor az utána ki is megy. De valami ilyesmi lehet az egész. Szerintem ez kóddal kell megvalósítani. Ti, akik streameltek, ti tudtok ilyet csinálni? Tehát valaki ért ehhez az egészhez? Én szeretnék egy ilyen kis minimálisat, ilyen nagyon pici, apró kis kockába, mit tudom én, jobbra lent beúszik. Ezer módon megoldható? Aha. Na hát én, nekem ez most jutott eszembe, hogy lehetne ilyenünk is, és egy csomó minden ötletem valami, ami még nincs, de szeretném megvalósítani. Én szerintem ez valami CSS őrület lesz. Nem tudom. Kb. Úgy, mint az alerteket? Hasonló a berakása, de lehet, hogy mégsem az. Na de mindegy, menjünk közben, megnyomom a folytatás gombot, mert még be is kell tölteni a játéknak. Mi ez a játék? Láttam már, hogy játszottál ezzel, de egyszer sem néztem még meg. Ez a játék egy magyar játék, képzeld el. Magyar fejlesztés, hogyha szereted a taktikai körökre osztott harcos játékokat, amiket tudod izometrikus nézetből nézel, olyan, mint a Heroes kb. A harc része, meg a Darkest Dungeon az RPG része, mert RPG rész is van benne. Tehát ilyen réteg játék, nagyon réteg, de viszont annak a rétegnek szerintem ez nagyon betalált, mert nagyon jó lett a megvalósítása ennek a játéknak. King Arthur legendáiból, kelta mondakörből merítkezik, azon alapszik, te vagy Sir Mordred, és meg kellett gyilkolnod King Arthurt. Holtatokban feltámadtok, és meg kell ölni őt még egyszer, csak hogy ez azért nem annyira egyszerű. Avalonban tértek magatokhoz, a tó úrnője keze munkája által, és rontás jön a világra, neked meg, hát le kell győzni őt még egyszer. Nekem alertjeim jobb felső sarokban úsznak be, mint a trófajjelzők a PS-en. A Hanna például az is egy nagyon menő megoldás, ami nálad megy. Nem pont arra gondoltam, de ja, valami hasonló logika alapján épül fel. Sima layer, ami időzítve beúszik OBS-be. Na tényleg úgy is meg lehet csinálni. Na most, hogy mondod, eső Isten, tényleg. Hol tartottunk? Azt hiszem, hogy mindenkit elküldtem már mindenhová, ahol nekik el kell, hogy legyenek küldve. Szerintem megcsináltuk a szintlépéseket,
És talán a Fehér Lova Kriptája című küldetésre akartunk volna rámenni. Beli Szárhoz és a Fekete Tövis Tanácshoz? Ezeknél már jártunk egyszer. Végre nyomra bukkantak a fehér lovak nyugvó helyével kapcsolatban, ez fontos ügy. A szeráfok kemény ellenfélé váltak. Ha Galahad vissza tudja hozni a fehér lovagot, együttes erejük hatalmas kihívást jelent majd a kerekasztal számára. A Venka berédelt. Azt hogy csinálta? Hát az előbb még stream, vagy az előbb még itt volt. Az előbb még itt beszélgetett velünk szünetben. Azt hogy csinálta, hogy rédelt? Egyszerre streamelt és streamet nézett? Venka, nagyon szépen köszönöm, hogy átjöttetek. Sziasztok, jó estét kívánok. Hogy történt mindez? Kérlek, mesélj. Találd meg a fehér lova kriptáját. Szeretném, hogyha erre a küldetésre, már nem emlékszem pontosan, hogy hol jártunk a fejlesztésekben, de szerintem Bélent be kéne hozni, hogy legyen egy off-tankunk, aki még írtogat és mindenféle jóságot is csinál. És talán a kettő mágus lesz még az, akinek nagy hasznát vehetnénk. Lehet, hogy nem, de lehet, hogy igen. Megnézzük ezt így, jó? Lehet, hogy butaságot csinálok. Még néhány embert el kell küldeni gyorsan tanulni, gyakorlatozni a kiképző táborba. Van közel 4000 goldunk. Mordred pedig lehet, hogy szintet is fog lépni ezután a küldi után. Aha. Ők egy körön belül szintet lépnek. A vörös lovak 2 alatt fog szintet lépni. Bimbó sehol nincs. A mágusokat hozzuk, mert szintet lépnek. Bélem messze van még a szintlépéstől. Aha, nem baj, nem baj, nem baj. Az nem gáz. Mit lehetne itt még tenni? Kinek kell szintlép? Bélint. Bélint kezdjük el húzni kifelé. Hát mondjuk a fisasszonyra is ráférne. Nehéz ügy lesz ez. Bélint mégiscsak kell, hogy gyakorlatozzon. Elméletileg lehetne itt olyan fejlesztést kihúzni valahol. Nem is tudom már, hogy hol láttuk, hogy... Talán ez az? Ez az, igen, igen. Tehát még egy döntést kell hoznom. Az óhit irányába ahhoz, hogy a kiképzések 50%-kal gyorsabban tanuljanak tőle a hőseink. Tehát, hogy 50%-kal több XP-t kapjanak, az egyébként rohadt sok. Jó, meg vagyunk, készen állunk, minden megvan, minden el van intézve, mentés és let's go. A 48. küldetés következik a játékban. Elég rendesen bele van tolva a gamebe a tartalom. Két mágus, Bélen és Mordred. Remélem, hogy... Aj, te szemét látom, mit csinálsz? Remélem, hogy Bélennél ott van minden, amire szükségünk van. Azért ezt még megnézem, bocsánat. Hogy van-e nálunk poti, mert elég hülyeség, nem... Tehát poti nélkül bemennünk. Hogy lehet így Mordredre váltani? Ja, így, igen, igen. Potik megvannak. Itt is megvan tűzrobbantás tekercs. Abból lángfal tekercs. Van itt minden jó kitalációkban. Tűzgyújtó lett a hullócsillag. Majd ezeket a varjakat is meg kéne tápolni, mert egyébként elég nagy szerepük van sokszor az enemi gyengítésében. Jó, hát akkor lássuk, hogy a fehér lovak kriptájában ráakadunk-e végre a fehér lovagra, és hogy vissza tudjuk-e őt küldeni a balhéba, mert hogyha Galahad feltámasztja, akkor a szeráfokkal fog szövetkezni, nem csak Galahad, hanem talán Lancelot is itt lett valahol a környéken. Na mindegy, ezt majd meglátjuk. Nézzük meg a küldetést. Szép estét. Mert láttam, hogy megszólítottál. Hogy láttad? Jézusom. Neked van ilyen izéd? Ilyen alertet, hogyha valaki beírja egy chatre a neved, akkor szól? Mint a Krisinek? Azt hiszem Krisinek is van valami ilyenje. Én ma este szerintem még 2 küldetést ebből le tudok hajnali 3-ig. Aztán még utána 4-ig. Megvágom őket. Befekvés. Holnap pedig főzni fogok. És utána este Horizon-ozunk majd sokat. Stream közben egyszerűbb egy beváltást észrevennem vele. Értem. Aha, de mások csetjét is figyeli? Többi cset is nyitva van. Értem. Itt van már a hihetetlen csapat. Mordredden rajta van az armor, ami bárki sebződik, az 50%-a sebzésnek Mordredre megy át. Tehát, hogy rohadt menő cuccai vannak. Itt, hogyha visszamész, akkor nem találsz semmit? Nem. Készítők nem akartak oda tenni nekünk semmit extrában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Remélem, hogy jó napotok volt. Szerisz, te hogy bírtad a mai napot? Mert azért nagyon sokáig itt voltál velünk. Éjszaka beszélgetni. Na, ki rakik ide bent? Ojaj, azok ott szumbonáló cuccok? És itt vannak már a szeráfok velünk szemben. Mágusaink felsorakoznak. Mordred elől áll. Eskütartó kereszt.
Ez mi? Hát ez nem mond el sokat, vár csak. Ott van. Elveszetteket idéz. Aha, gondolhattam volna. Az van. Ha ide lépek, akkor az képes lesz támadni. Gondolkodjunk, hogy hogyan kezdjük meg ezt a fájtot. Bélen nem tud ugrani. De hogyha ide jönnél... Távolsági egységek most nincsenek. Bélen ide fog jönni, és megvárja, hogy mi történjen. Méghozzá így. Kicsit engedjük az enemit közelebb, talán az lesz a legjobb. Jó lenne, hogyha egy ilyen láncvillámmal... Aha, abban nem lehet beleverni láncvillámmal, felesleges kitaláció. És hogyha így csinálom... Nem tud beleverni. Hát ez viszont necces, mert távol állnak egymástól. Hát akkor mi, akkor sima villámot csináljak? Aha, az az eskütartó keresztre rá is menne már. Jó, ez mehet. Szerintem ezt bevállalom. Mordred itt meg fog állni. Ez itt az arcunkba fog jönni. Kivéve, hogyha lelassítjuk. Arra felé áll, kérlek. Erekció, csinálhatna egy tűzfalat. Ez milyen hosszú? Ez hány mező? 4 mező hosszúságú. Az kicsi. És utána nem marad elég semmiből. Erősugárral fogunk szerintem működni most itt. Hát ez nem tudom, hogy mennyire verhető, de igyekszünk. Armort tépjük lefelé az enemiről. Ez nem is sebezte. Ó, oh, Istenem. Jó, az erősugár nem tudja azt támadni. Tüzes robbantás. Helyett inkább lassító átok. Nem kell, hogy minden bejöjjön az arcomba. Még Merlin is itt áll, hogy elég keményen rátámadjon az ellenfelekre. Mozog a levegő? Hol? Ha kimondott 3-szor a nevem, akkor megtalállak még? Értem, értem. Az jó, hogy begyulladt, ez kár, hogy viszont nem. Szerintem ide lehetne rakni ilyen elmeködött meg minden dolgot. Oda, oda rá. Te menjél, aztán támad meg azt a szartot magad mellett, jó? Így, így készen állok talán. Megvagyunk. Újult erő, minden. Lássuk, mi lesz ebből. Javadt a faka jó éjszakát. Olyan régen beszéltünk már. Valamikor már mesélj nekünk valamit. Jó pihenés neked. Na most lesz jó. 1, 2, 3, 4. Végig száguld a villám, az őrület, a durvító. Így ezeket nagyon-nagyon szépen meg lehetne darálni. Ezt meg is tesszük. Az úgy lett volna, hogyha a kereszt is kapja, de most már mindegy. Merlin begyújt egyet, begyújt kettőt. Az kár, hogy nem tudja. Hülye helyen áll, ugye? Hát, hogy teleportálnia kell az öregnek. De nem. Várjál, AP költség 5. AP költség 5, akkor 10 AP kellene neki. Hulló csillagozhatna is. Az is vicci dolog lenne. Á, de nem, az nem öli meg viszont akkor. Na jó, gyere öreg előre. Vagy gyere ide. Tű, haver. 1, 2, 3, 4, 5. Szerintem a tűz az nem árt neki, ugye? Tehát, hogyha így kihúzom... De, bántja, oké, megvan. Ez így rendben. Annyi, hogy viszont a erekciónak a támadása nem sebzi valamiért azt ott. Nem tudom, hogy mi történhet, vagy miért történik ez így. Egy lassító átkot kirakunk ide. És ezek a kis csinák, ezek itt be fognak lépni, ugye? Ah, de csak be tud lépni, támadni nem bír. Menő. Hát és hogyha hátra löklek, akkor mit csinálsz? Ennyi hátra. Oda, úgy. Egy vérátkot lehetne még ebbe belerakni. Működni fog ez. Ezt sem tud odalépni hozzánk. Megérkeznek az élőholtak, az egy kicsit szarabb, de... Hát Istenem. Valamit valamiért alapon. Nem fogja tudni ide belépni, ugye? Nem hát, akkor ennyit erről. Szia Veronika, jó éjszakát, jó pihenés, köszönöm, hogy itt voltál. Négy kávéval délutáni power nappel, nem gondoltam végig reggel 8-kor 7 indító meeting van. Ó, az mondjuk elég szarul hangzik, hoppá. Az valóban nem lehetett túlságosan jó. Ú, de sajnálom. Az elég kemény, tényleg. De nem az ijászra kéne rámenni? Nem, mert azt elégetem. Nem is kell nekem hozzáérnem az enemihez. Tehát ezek tökre rendesen elintézik saját magukat.
Egy támadás. Kettő. Három. Jó, de rá fognak menni a cuccok, minden rendben lesz. Az elveszett Csíra is meghal. Át kell, hogy települjünk, szerintem teleportálunk ide. Úgy kellene, hogy meg tudjuk támadni azt a szemétládát ott a másik oldalon. Ez nem fogja tudni megölni a keresztet. Akkor csináljuk úgy, hogy ezek átmennek, átugrik, a következő amúgy is meg lesz oldva. Érdekes, de ide nem tudok támadni. Hát ez most miért volt jó akkor, hogy ide jöttem? Na jó, akkor intézzük el ezeket. És úgy. Az ott elégett. Kicsit hangosan játék, tudom, lejjebb veszek. Barbie raid incoming. Jézusom. Mi? Kedves ASMR? Azt hiszem más Barbit nem is ismerünk. De tudomásom szerint. Megérkeznek ide a csodálatos King Arthur-ra, szét fogják unni az arcukat. De hát réteg játék, mit lehet tenni ugyebár. Én attól függetlenül még nagyon élvezem ezt a gémet. Madarakat nem lehet ide küldeni. Oda meg felesleges, ugye? Na jó, hát a tűzsárkány szálljon el akkor erre. Elsütjük így. Itt is vannak ám hangok, ez mondjuk True Death. Mordrednek meg előre kellene mennie, le kéne csapnia ezt innen talán. Most már nem lehet nagyon szórakozni. Ide jön a Bélen is, és elkezdi akkor írtani szépen ezt a dolgot. Várjál, sokkal viccesebb lenne, ha megölné ezt. És még ütne egyet. Oké, ez nekem tetszett. Szerintem ez menő, amit így csináltak a fiúk. Még egyet lépünk ide befele. Na lássuk, mi lesz így ebből. Megint idézni kezdenek a... ott a bigyók. Ide be kell állnunk, és valahogy szét kell vernünk ezt. Akkor ezzel már nem akar nagyon bejönni ide semmi. Van még egy támadásom, kettő, és ezzel vége van a fightnak. Jó, az első fightot szerintem gond nélkül sikerült venni, ez teljesen jól működött. Nyomunk egy mentést a 48-1-esre. Így, né. Yes, és milyen rengetegen érkeznek ráadásul. Hát itt már be volt harangozva, hogy kedves barbék jönnek át hozzánk. Sziasztok, jó estét kívánunk. Éppen egy taktikai RPG játékkal játszunk, egy magyar fejlesztéssel. Meséljétek, milyen volt a mai stream. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy átjöttetek hozzánk. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőletek. Tegnap tök jó volt, itt jöttünk megint. Hát mondjuk tegnap azért szülinap ünneplés volt, meg iszogattunk, meg bulisztunk, meg beszélgettünk, meg mindenféle vadállatkodást csináltunk. Ma azért már egy kicsit lejjebb kell venni az őrületből. Nem akarok senkit azért természetesen elkedveteleníteni, vagy valami ilyesmi, de mégiscsak azért egy réteg játékkal játszunk ma este, a King Arthur csodálatos kalandjaival. Illetve hát nem az ő kalandjaival, mert hát a King Arthur-t fogjuk majd elintézni a játék végén. Már 80 órát raktunk ebbe a játékba, mondom, magyar fejlesztés, és ahhoz képest nagyon rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, és remélem, hogy jól fogtok szórakozni. Meséljetek, hogy ti mit csináltatok a másik streamen. Is it possible to get a neutral character to max loyalty? Shanky Doodle. Well, I'm not sure about that. I really can't tell right now. Szerintetek lehet olyat, hogy egy semleges karaktert maximum hűségre felrakunk? Szerintem nem volt olyanunk még, hogy semleges karakternek, mert mindenki a csapatban... Wait. Hogy kellett megnézni? Azt hiszem, hogy itt nem is tudom megnézni a karakter sheet-eket. Legalábbis nincs. Bélin nem semleges, mert Bélin meg zsarnok emlékeim szerint. Ezért halkítottam 10%-ig 80-ról. Ó. Dolgozol, Jézusom. Hát, jobbulás neked. Bélin nem semleges karakter. Kitartást kívánunk a munkához. Nem lehet egyszerű azért ilyenkor későn este. A hit elesett bajnokainak nyughelye vajon mit rejthet? Felfoghatatlan kincseket vagy felzavart lelkek haragját? Teszünk egy próbát rajta. Ó, nyilván ránk támadnak minden lehetséges irányból. És... úristen, ráadásul mellettünk... Még a csapat közepében áll a séd bent? Hát azért az elég AC. Tudom, hogy Bélinre gondolsz a két kardosra, de mondom, Bélin nem semleges hős. Azt hiszem ő zsarnok. Zsarnok és keresztény, emlékeim szerint. Azt szeretem, amikor puszit küldök. Iván, csak neked, csak itt. Ma este. Össze kell vernünk a sérdet, csak attól félek, hogy akkor meg el is fogok teleportálni. Mindegy, összeverem, aztán majd valami lesz. Oké, ez megvan. Saktábla szerűen harcolunk, és haladunk a fájtokkal. Legalább a sérdel már itt nem kell foglalkozni.
Hát azért most rendesen benne vagyunk a tutiban, ezek nagyon csúnyán össze fognak szerintem minket verni pillanatokon belül. Nem hiszem, hogy jó ötlet volt ezt most így csinálni. Vagy nem innen kellett volna, hanem inkább ebből a szögből beállva, fogalmam nincs. Sok pénzt adtunk, nagyon sok szeretett a dióhéjban. Ó, de hát nyilván nem a pénz szemszögéből kell ezt az egészet nézni, hanem hogy jól éreztétek magatokat. Szerintem ez valahol úgy király, hogyha oda-vissza történik, nem? Tehát érted, hogy jó tartalmat megéri támogatni, mindenki jól érzi magát, és érted. Védekező testtartás Bélin fel fogja venni, mert szerintem itt rá fognak jönni többen is. Három séd van egyébként ebben a fightban. Az őrzőlovagokkal lesz bajunk. Merlinnel nem tudom, hogy hova menjek, mert szerintem itt meg fogják ütni az öreget. És annyi armor van az enemin, rendesen be sem tudom őket. Persze követést M-hajnalnak, meg Vandának, meg Krisz17-nek, mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Üdv itt a vészkórusban, ne felejtsétek el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnétek, csak énekeljetek hangosan. Merlinnel én idejövök, ez 3 AP helyett mindjárt egy teleportálással oldom meg, aztán akkor reménykedünk benne, hogy hát csak nem vernek annyira hülyére, meg hogy be tudjuk őket valahogy gyújtani. Ezt is kilököm innen, így, mindenki egy kicsit távolabb megy. Hectorral csinálunk egy lassító átkot, az jó lenne, hogyha itt nem nagyon jönnének be az arcunkba, annak ellenére sem, hogy itt már jól bevédekeztünk. Hector csak egy darab lassító átkot tudott csinálni ebben a körben. Jó lenne mondjuk viszont, hogyha akár ide a sétbe rakhatnék valamit. Marcos Hobbi, szép jó estét neked! Üdvít nálunk a teachmertv.mókáson. Szia, szia! Kösz a követést! Azzal szoktam nyerite rögni, amikor Mokibot mondja, hogy I love you, Mókás. Az egy nagyon kis szemét dolog, amikor mondja, hogy na mindegy, inkább ne is idézzünk tőle, mert barátcsalád a tartalom. Azt hittem, ennyi ember között be lehet csiszolni észrevétlenül. Ja, hogy te nem szeretsz így a középpontban? Egyébként, ha hiszed, hanem én sem. Tehát annak ellenére is, hogy streamelek meg minden. Mi a fenét csináljak most? Mi legyen a következő taktikai döntésünk? Annak ellenére én sem bírom azt, hogyha mindenki rám figyel, meg középpont, meg ilyen hülyeségek. Ezeket meg tudom ölni Hectorral? Egyet biztos, hogy meg tudok ölni. És akkor még egy vérátok mehetne, de ezek nem véreznek. Kicsit nehezebb a dolgunk most. Hát reménykedjünk benne, hogy ez így jó lesz. De ebből még bármi is lehet. Lehet, hogy súlyos gondjaink lesznek majd. Próbáljunk láncvilámokat? Nem, a láncvilám nem segít. Akkor próbáljunk láncvilámot innen. 1, 2, 3, 4. Egy jó láncvilám az mindig jót tesz. És akkor ez meg mellénk fog állni és meg fog ütni, ugye? Hát kivéve, hogyha lelököm ezt a lábáról. Oké. Szerintem ez működhet, mert most, hogyha ideállok, akkor Mordoret nem tudják bántani sehonnan. Viszont ez be fog állni szerintem, ez az őrzőlovak, be fog állni a mágusok mellé kapásban. Hectorral még valamit tennem kell. De nem tudok már vele mit csinálni, akkor átviszik az AP-inkat a következő körbe. Na lássuk, mi lesz ebből így. Ott többen meghaltak a sarokban, szerencsére. Sose szeretted az ilyen játékokat? Pedig... Hát mi annak idején a Heroes-zal ugye rengeteget játszottunk, és a Heroes az meg kapásból egy ilyen mechanikán alapszik, ugye? Hogy négyzetrázsos felosztás, akciópontok, mozogsz vagy éppen támadsz. Elnézést, megköszörültem a torkomat, szóval, hogy mozogsz vagy éppen támadsz. Nagyon hasonló logikája van annak is. Meg lehet szeretni, sőt, nagyon durván rá is lehet kattanni úgy egyébként. Mordred szerintem ezt össze kell, hogy verje. Sőt, talán el is fogja tudni intézni. Nem. De mégiscsak. Oké, tökéletes. Akkor lássuk, hogy ezekkel mit lehetne itt még tenni. Jó lenne begyújtani azokat, akik még nem égnek. Merlinnel. Nálam változó, apránként szeretem megvetni a lábam új helyen. Ó, én mindig nagyon örülök annak, ha értékes vészkoristákkal bővül a közösség, hiszen ez azért egy felnőtt közösség, és igyekszünk nagyon az igényességre eltolni a hangsúlyt, hogy ne egy ilyen igénytelen csatorna legyen, érted? És hát sok munka van már benne, szóval mindig szoktunk odafigyelni arra, hogy azért kik csatlakoznak, mint csatlakoznak, és stb. Ezt miért nem tudom megbántani innen? Az öregnek lehet, hogy egy
kicsivel odébb kellene állnia. Egy tűzfalat idézzünk le mondjuk ide. Ezzel őt be is gyújtjuk. A gyújtás mellé még egy kicsit sebződik. Le is lassítom. Jó. Lehetne még egy halálos átkot szórni mondjuk erre. És akkor megpróbáljuk Merlinnel elintézni a maradék kettőt. De amúgy Bélin is itt van már. Bélin földrenget arra. Merlin idejön. Megtámadja azt. Meg őt. Meg őt is. És így szerintem mindenki meghalt. Egyelőre tök rendben vagyunk. Nézzük meg. Oké. Sokkal jobban lement ez a fight, mint gondoltuk volna. Teljesen királymódon működött. Vicces, hogy Mokit néztem, Barbit is tandemben, és erre ide rédelt. Én nagyon-nagyon köszönöm neki, hiszen azért nagyon-nagyon eltér a két csatornának a tematikája, meg amit csinálunk itt a Twitch-en. Én nem is értem, de nagyon örülök, hogy hozzánk jöttetek át, tényleg tök jól esik, hogy ránk gondoltatok. Örülök, hogy jól éreztétek magatokat tegnap. De viszont, hogyha valaki az olyan fajta tartalmakat keresni, mint ami tegnap volt, akkor az vasárnaponként jöjjön, mert akkor szokott olyasmi lenni, ilyen vadállatkodás, meg randomkodás. A hétköznap, meg játék végigjátszásokat csinálunk. Ez a jelenlegi, a csatornán 220 szerintem 2. vagy 3. végigjátszása, szóval már rengeteg játékot végigjátszottunk itt a Twitch-en élőben. 48-2-es mentést hozom létre, és megyünk tovább már is. Itt nincs helyetek Camelot lovagjai. Mordred király a múlt hamis isteneit választotta, csak a fehér lovag menthet meg a kárhozattól. Az baj. Mordred király, ezt mondta? Mordred király? Királynak nevezte Mordred? De ez tök menő. Hát akkor ez már valaki már úgy tekint ránk, mint a királyra. Arthur helyett. Nem ülünk le még a tábortűzhöz, hiszen nem sebződtünk. Itt fel lehetne venni valami kincset, azt kérem is szépen. Méghozzá jót tenne. Nézzük meg Merlinnek. Milyen kincset adna, egy ékszert szereznénk. Oké, hogyha erre megyünk tovább. Ebben a játékban van ma 2 küldetést szeretnék teljesíteni. Hopp, megint belefutottunk egy fájtba. Úgy látszik, hogy itt vannak elég erős arcok. Ostobaság volt idáig követni minket. Főleg miután megszentségtelenítetted rejtett menedékünket. Hát az megtörtént, azt nem tagadhatom le. A harag talán egyike a halálos bűnöknek, de gyengeségemért később vezeklek majd. Az igen. Hát szerintem búcsúzz el rövid távon az életettől inkább, srác. Kellene az íjászokra valami kapásból, de ezeknek nagyon-nagyon sok HP-je van. Itt most fogunk szerintem sebződni is. Ez most egy erősebb fight lesz, mint az előbb volt. Veronika is 2 napig volt félénk. Hát kibújt a szög a zsákból, már elkezdett oltogatni. De egyébként bírtam, mert aranyos volt. Hátul van 4 célpont, amikre jó lenne, hogyha rá tudna ugrani a láncvillám, de nem fog tudni. Úgyhogy valószínűleg az lenne a legjobb, hogyha inkább így kezdenénk el ezt. Seraph beavatott HP-ját letéphetnénk onnan, meg még a másik íjász is kaphatna. Így, és akkor a jobb oldaliakkal egyelőre még nem foglalkoztunk. Merlin mögött Hector, Bélinnek ki kell majd lépnie. Merlin megpróbál... Hectornak kell leszedni a shieldet innen, ugye? És akkor... Hát lehet, hogy nem is hátralökés kellene nekem. Nem tudnak támadni, még túl messze van. Várjál csak. Hát ez mondjuk tudna támadni. Ez az eskütartó egy elég kemény arc. Nem találok innen semmit. A sárkány szerintem elszágult valamelyik irányba. Jó lenne, hogyha a beavatott és a nyílpuskás kapna valamit belőle. 3-at nem tudok eltalálni vele. Egy random sárkány száll el ide lent. Merlin beidézte nekünk. Elmeköddel próbáljuk meg itt ezt csicskit, nem? Várjál. A beavatottat kellene? Nem, ezt az eskütartó fog rámenni valamelyik haverjára, megütni őt, és közben még madarakat szeretnék kikasztolni ide. Az öreg Hector ide lép, szerintem meglövi a beavatottat 3-szor, hogy lejöjjön a shieldje. Jó, hát így sebzés ugye nem volt. Tüzes robbantásnak oda nincs értelme, viszont a lassító átoknak éppen volna. Úgyhogy lelassítjuk őket, és a maradék AP-nkat pedig elmentjük, illetve vérátkot még lerakhatnék mondjuk erre.
Ez jó lenne, hogyha minél hamarabb megpurcanna valahogy. Bélinnek még azért van lehetősége támadni. Egy szerintem az lesz a legjobb, hogyha egy picit kilépek vele oldalra, és megpróbálkozunk az íjásszal csinálni valamit. Mondjuk így. Aha. Ez sem lenne rossz. Az fel fogja healelni magát, de inkább ezzel. Leütjük onnan az armort. Ó, Istenem, megöltem egyet, és az arcába teleportáltam. Hát mennyi eszem van, látjátok? Hát akkor védekező testtartás azonnal. Mert ezek ütni fognak. Ez el fog menni oda a haverjára. Mordred pedig ide fog állni. Hectort még egy picit előrébb húzzuk. Merlin nem lép már sehová, mindenki előre néz. Hát lássuk, mi lesz ebben a körben velünk. Megüti kedves barátját az elme köddel. Nem értette, mi történt, de szép nagy healinged volt, Sanyi. Ott egy... Mi volt az a kitérés, haver? Hú, itt valamit kaptak. Mi ez, áldás? Meg AP? Meg ilyenek? Jesszusom. De milyen kitérések mennek? Mi... What? Mi történik? Na most szerintem Bélen most hülyére ver mindenkit azon nyomban. Jesszusom, nagyon körbeálltak. Lehet, hogy most kellene egy tüzes robbantást intéznem valahová ide. Egy lassító átkot pedig. Nagyjából ugyanide. Márja nem, szerintem ezekre itt, erre a kettőre. Ember nem hajthatja államra a fejét, mert azt mondja, hogy mekkora a szája. Nem, ez ne is félre, dehogy is, hát nem. Hogyha valami gázon, akkor megmondanánk, tehát nyilván ne gondolj ilyesmit. Kipróbáljuk a forgó szelet? Nézzük már meg. Ilyet még nem csináltunk soha. Ez elég menő volt. Eléggé menő volt. Hoppá, Bélen oda tette magát. Lehetne akár valamit felsicskítani. Most Bélent nagyon meg fogják verni. Nagyon csúnyán körbeállták. Ez nem szép. Azt lelököm a földre. A hátát védjük Bélennek, jó? Tehát szemből kapja majd a sebzést. Amúgy meg minden sebzés fele át fog menni Mordredre, úgyhogy annyira nem vagyunk rosszul. Szia Sosi, jó éjszakát, jó pihenés neked, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ide nyomunk még egy ilyen ilyet. Megütjük még egyszer. Bélem már nem nagyon tud ütögetni sajna. Merlin még azért tudna lögdösni mindenkit is, szóval ezt ki fogjuk használni. Azt, aki a földön van, azt égessük meg, meg azt is. Meg szerintem az íjász az ott ég eléggé, ezt hátrébb lököm. Be a falhoz, rendben. Egy illúziót fogok ide lekasztolni, hogy ne bántsák Mordredet, tehát együtt és menjen bele az illúzióba. És vérátkozhatnék még. Szerintem a Szeráf nyílpuskásnak is kijárna abból egy darab. Hát lássuk, hogy mit tudunk ebből összehozni. Ez kemény lesz nagyon, most összeverik szerintem Bélent. Sebzések lepörögnek. Még a földön fekvő is kapta, fel kell. Többiek is kapják ott hátul is. Mindjárt elkezdenek lövöldözni, mindjárt elkezdik szétverni az arcunkat. Ó, kaptunk valamilyen nagy spellt hátra, abból ki kell majd állni. Az illúziót elintézték, az íjászok mocorognak. De nem nagyon találják el egységeinket. Meg amit ott előlőnek, Mordred kapja meg a felét, tehát nem is nek. Ott volt egy nagy healing, oldalba verte. Még csak nem is vérzek, mondja Bélen, aki egy elég kemény arc, de hát Mordred kapja a damage felét. Elég király neki most ott a szituáció. Hátba szúrást a szemét. Nehogy már hátba szúr... Na ez nem volt mondjuk túl jó. Hátba szúrásokkal, meg mindennel. Nem jöhetne el még egy tízes sárkány, mert most már éppen látom annak igényét, hogy erre elszálljon. Oké, az eddig megvan. Most mit csináljak vajon velük? Szeráf eskütartót, azt együttésből fogjuk csicskítani, és akkor utána Bélen, hogyha megölte azt, utána megüt egy másikat is ingyen. Egy, kettő, ez gyönyörű, megöli, talán ezt is megöli? Nem öli meg. Akkor ide kinyomunk valamit Merlinnel. A holló rajta erre. Nem veszi le az... Úristen, nem sebezte meg. Elmeködöljünk? Szia, Meta, jó éjszakát, jó pihenést. Eső illaton odakint esik az eső? Mordred üti meg. Így, és akkor Bélen lead még egy csapást. Megint megüti ott a srácot. Lehet, hogy egy súlyos támadással kellene kivégezni most már lassan, de látom, hogy ez még mindig nem egy kivitelezhető dolog sajna.
Bár Mordreddel még lehet, hogy adhatnék bele egy csapást, kettőt. Jó, Bélem meg tudja már ölni? Hallott, 3 HP hiányzik. Hectorral meglőjük akkor, jó? Jobb hián. Így. Ott levesszük az armort. Megöli. Megüti a másikat. És maradt elég AP-ja arra, hogy még védekező testtartást felvegyen. Bélent nagyon megverték most. Úgy érzem, hogy itt most nagyon erősen kapta szerencsétlen. Elmeködölhetnék egyet valamelyikre. Itt, hogy megüsse a társát. Mondjuk arra. Erekció pedig lassítást fog kasztolni. Hát de hogy mi értelme lesz ennek, azt még nem tudom megmondani. Igyekszünk minden esetre. Mordrednek is ki kell állnia a spellből. Hallod, nem tud ki. Nem tud kiállni Mordred a spellből. Ez szörnyű. Jesszusom. Nem maradt elég AP. Bár hogyha Bélen egyel odébra lépne, akkor Mordred előre léphetne egyet. És ezt fogja tenni szerintem, igen. Igaz, hogy megütik, de nem érdekes. Csak álljon arrébb. Így. Így, és akkor legalább a nagy spell nem fog ránk lesújtani. Hát, reménykedjünk a legjobbakban. Lássuk. Szia Venka, jó éjszakát, jó pihenést. Meghaltak néhányan. Oppá! Mi volt az az ingyen csapás? Jászusom, Bélem mit vert oda? Megüti drága barátját ott. Eddig nagyon nagyszerűen megyünk. Ott vannak tüzes nyilvesszők és más egyebek. Mordet kap egy picit. HP-ból még nem sebződtünk annyit, tehát nincsen nagy gáz. Az meg is fog halni, de amúgy is Bélen is el fogja verni majd. Hiába verdes. Meghalt, és elteleportálódtam. Most mi ver minket? Most mi volt az, ami ott támadott vajon? Nem teljesen értettem, ezt bevallom. Nem tudom, hogy mi volt ott a támadó fél. Bélen csak akkor tudja ezt megölni, hogyha Hector leveszi a páncélzatát. Így. És akkor nyomjunk egy súlyos támadást be, de nem jó, nem elég. Egy csapás. Súlyos támadás. Beteleportáltunk ide, itt minden rendben. Nem volt ez jó ötlet, de most már így alakult. Merlinnek be kell gyújtani az íjászokat. Szerintem ez így kettőt el is intéz talán. Nem mondod, hogy ezt nem ölöd meg. Jaj, Merlin. Nem baj, mindegy. Lehetne még oda is kitolni valamit. Megiszom kicsit sörikémet, elteszem magam. Nem vagyok álmos, jaj, szegény. Sajnálom, hogy ilyen hülyén jött ki neked a mai nap, hogy korán kell menned, mert dolgod van reggel. Vérátkozzam meg a nyílpuskást, és akkor az is meghal. Aha, jó, ott akkor működnek szépen a dolgaink. Egy illúziót kitehetek még esetleg ide. Azzal forcolom a nyílpuskást, hogy azt verje. Egy hollórajt ráküldök erre, és át fog ugrani máshová. Jó, tökéletes. Akkor itt most kettő hollóraj működik. Mordred pedig lehet, hogy csinálhatna ide egy ilyen... Ide? Nem, ide. Egy ilyet, és akkor így el van kábítva ez a szemétláda. Oké, jól vagyunk szerintem. Működik a taktika. Lépünk szerintem ide. Így, és ezzel mindjárt készen is vagyunk. Utána majd tábort vizeznünk kell. Ezután a fight után ez fixen. Nagyon csúnyán kapta Bélen. Ja, láncszilámozza? Kettőt nem. Inkább ezt kellene elintézni itt. Merlin leszedi a... Nem. Hector szedi le a pajzsokat. Földrengetéssel... Viccesebb lenne ezt megoldani, mert utána ingyen leverném. Gyönyörű. Nem igazán tetszik ez, mondja közben Merlin. Hát nem tudom, mi a baja. Valami bajt érzékelhet. Reggel a csúcsforgalomban kell Pesten furikázzak. Haver. Kitartást kívánok ahhoz az őrülethez, ami ott fog fogadni majd téged. Visszamegyünk a tábor tűzért és töltünk az armorra, mert azért vettek le belőlünk egy keveset. Mordedem még ráadásul HP veszteség is történt. Jó kis páncélkovács, az kell nekem. Így, és akkor lehet menni. Na, ez volt egy nagyobb fight, de szerintem eredményesen zártuk, ez a 48-3-as mentésünk. Köszönöm, hogy még ilyen későn is itt vagytok velünk, 0 óra 42 perckor.
hosszú lesz ez a mai móka és kacagás. Ma nem filmezünk, hanem nyomjuk a tartalmat. Beengedni ezeket a vak, fanatikus ostobákat a Szent Földemre hiba volt, amit nem szabad újra elkövetni. Mondja a tó úrnője. Mégis a hitük ereje mindig is lenyűgöz. Majdnem varázslatként hat, meghajlítja a valóság természetét. Ez mi? Ó, valamit ide beszummonáltam. Mennyi eszem van már megint? Oda nyúltam, ahova nem lett volna szabad. Kell nekem nyúlkálnom állandóan. Mi ez? Terry the Huge? Hát ez még ez olyan táp, hogy még magyar nevet se kapott. Jó, ledermesszem, hogy mi legyen. Yes, és amennyi armor van rajta. Hát belenyomok kapásba egy stigmát. Attól egy kicsit lejjebb megy ez az armor mennyiség. Utána leütjük a maradék armort róla. És szerintem lelassítom. Nem kell neki annyira nagyon mászkálnia. Így, a maradékot pedig nem tudom elhasználni. Hát talán a HP-ját levetem majd kövi körben. Mordred. És Bélen, hogyha egy lépéssel odébb lépne ide, akkor már támadni nem tudok, de nem is kell nagyon. A lényeg az lesz, hogy nem tud minket megverni, nem lesz képessége hozzá. Azt mondja, hogy neki van hasítása. Mondjuk földrengetése van, az nem túl jó. Tisztító tűz, úristen, távolsági támadás, yes, usam. Jó, ez egy kemény figura lesz, ez mindenképpen erős lesz itt nekünk. Benyomunk egy ilyet. Kicsit hátrébb lökjük, még hátrébb, be is gyújtottuk ezzel. Egy illúziót szeretnék lerakni ide. Hát, ha esetleg annak nagyobb hozománya lesz. Ide kihelyezzük Merlin. Erekciót pedig mellé tesszük így. Ő egy undead, ugye? Vérzési immunitása van. Feltámad, minden baja van. Jó. Hát lássuk. What? Megütötte az illúziót, és az abból eredő sebzésnek Mordred átvette a felét, mert minden csapattagnak a felét átveszi. Atyaisten, ebbe bele se gondoltam. Hát de gyökér vagyok. Hát de ez eddig nem így volt azért, ez most merőben más. Nem is értem, hogy miért nem gondoltam erre eddig. Ha ide lépnék, megüthetném őt kétszer. Megpróbáltnám megvillámolni esetleg. Na, akkor szépen el van kábítva, most akkor ide be lehet lépni mellé. De amúgy vicci lenne ide a hátába jönni. Ide így, és akkor kétszer hátba verdessük, jó? Illúzió rekt ezek után? Ja, nem lesz a kedvenc varázslatunk. Egy a hátába. Meg még egy a hátába. A következő körben... Ugyan nagyokat vert egyébként Bélen. A következő körben azt fogjuk csinálni, hogy levesszük az átokkal a HP-ját, és megpróbálunk majd úgy intézkedni vele kapcsolatosan. A halálos átokkal megfelezzük a HP-t, akkor szerintem meg is fogom majd tudni ölni. Egyőre nagyon szépen ég, 32-es égések mennek rajta. Lassító átok kint van. Szerintem ide rakok egy tűzfalat. Esik az eső? Na, a királyság. Hát még akár be is robbanthatnám. Az 51 HP, az nem szar. Az nem szar bizony. Hollóraj, áthúz felette a sárkány. Még amúgy lehet, hogy ebben a körben is megölhettük volna, ha levettem volna a HP-t. Mennyi eszem van, látjátok? Atyavilág, de mindegy. Tűzsárkány elrepül. What? Mi, hülye irányba ment, hogy mi történt? Ezt most nem teljesen értem. Mindegy, lőjünk bele még hárman. Egy kicsit mellé megy Bélennek, de jó lesz ő itt is. Errefelé állj Bélen. Ő most kábítva van, ne felejtsük el. Jó, itt állunk a tűz mellett. Még el tudnék jönni, de már nincs elég AP-m hozzá. Na lássuk, mit csinál. Kábítva. Súlyos támadást okoz. De kitérek előle. Hey, te szemétláda. Mi történt ott, láttátok? Egy csapás. Csak megütötte. Kettő. Ismét az igazság győzedelmeskedett. Azért ez egy elég szép nagy enemi volt. Szép nagy tank volt, olyannyira, hogy rá is mentek 48x4-es mentésre. És akkor megyünk tovább, itt lesz bent a fehér lovak kriptája. A hátunk mögött viszont mi van? Erre is nézzünk már el.
Lehet, hogy itt is lesz egy kisebb fájt, meg loot, meg minden. Itt hallom, hogy csilinger egy doboz. Rejtélyes levéltár. Milyen kellemes meglepetés, mondja Merlin. Egy szép kiegészítőt kaptunk, 57. Ez micsoda? Kellemes meglepetés, barátaim. Segíts nekem, és a fekete tövis tanács megköszöni neked majd később. A fekete tövis tanács? De hát nem azokat írtam most éppen kifelé? Jó, a kószának segítünk akkor egy picit. Méghozzá láncvillámban nyitunk. 1, 2, 3, 4. Szépen lesokkoljuk őket. Ennek rá is megyünk így innen a hátára. Hátba verő támadással. Merlin. Azt talán meg is tudnád csinálni. Hogyha teleportálna egy picit az öreg. Innen. Ki kell, hogy rakjak egy lassító átkot. Ne próbálják már megtámadni. Bár ő úgyis rájuk megy szerintem itt szemből. Ez akkor fel fog kelni. Itt leveszünk egy kis armort ebből. Az eskütartóból. Úgy vannak beállítva, hogy ne menjen el rajtuk a tűzsárkány egy vonalban. De a hullócsillag mondjuk vicci lehetne. Csak nem innen, ugye? Aha. Hát akkor honnan támadjunk? Teleportáljunk ide. És támadjunk meg hármat. 1, 2, az begyullad. 3. Ez teljesen rendben van. Nekem tetszett. A madarakat kikasztoljuk ide. Vegyék le az armort szépen. Bélin hol van? Bélen, bocsánat. Bélen ide áll. Amúgy meg... Nem hiszem, hogy rám jönnek. De rám jöhetnének, nem lenne abból baj. És még Ektor tudna valamit intézni. Tüzes robbantás, mondjuk esetleg ide. Aha, az tetszik neki, szereti. Ott az égés. Ott még egy jó átok. Jó vérzéssel. Mehet a következő kör. Kövi körben ő meghal. Meghal most. Az is meghalt. Az belállt a tűzbe. De ne menj bele, haver. Hát azért raktam oda, hogy ne... Úristen, megöli. De megöli. Hát nem mondom, hogy megöli. Jesszusom, az meghal a kövi körben, Mordred, azt lesztanolja. Bélen földrenget arra fele. Merlin pedig 2-3 megöli azt. Ez ennyi volt. Kimentettük a srácot onnan. Az életemet köszönhetem nektek, barátaim. A fekete tövis tanácsot szövetségesnek tekintjük, semmivel nem tartozol nekünk, sir. Egy titkos alagúton érkeztem a testvéreimmel. Megpróbáljuk megállítani Galahadet. A terve, hogy visszahozza a fehér lovagot, szörnyű veszélyt jelent Avalonra. A fekete tövis tanács nem cselekedett ilyen ügyekben Camelot tudta nélkül. Lekötelezel, ám ideje foglalkozzunk a közös ellenségünkkel. A fehér lovag és Galahad együttes ereje olyan veszélyt jelent, amelyet Camelot nem hagyhat figyelmen kívül. Hol van a tanács többi tagja? Azok a félig holt szörnyűségek megölték a testvéreimet egytől egyig. Én vagyok az egyetlen, aki megmaradt beteljesíteni a kötelességünket. Sos nincs késő a bosszúhoz. Azért is jöttünk, hogy megállítsuk Galahadet. Szia, Szófia, jó éjszakát, jó pihenést! A végzet ma kegyes szerető. Engedd, hogy csatlakozzak a célodhoz, és megmentsem a becsületünket. Hát jó. Minden segítőkészre szükségünk lehet. Különösképpen, hogyha tudnak kardot fogni. Oké. Okay. Akkor most lett egy szövetségesem, aki egy rúgó. Megérte ide eljönni még a küldetés befejezte előtt. Annyira, hogy rá is mentünk erre 48-5-ösre. Északról jöttem, de ide nem hiszem, hogy bementem volna balra. Mielőtt bemennénk az utolsó, tehát a küldetés teljesítésére, még elmenjünk bocsánatot a balra, mert szerintem lootot hagytam ott, és akkor még most nézzük meg itt a szentélynél, hogy mi a szituáció. Itt egy-kettőt már kiírtottam. De nem lehet, hogy innen kezdtem. De lehet, hogy innen kezdtünk. Az benne van. Aha. Jó, akkor menjünk inkább balra. Ott meg a lantern volt. Akkor ott is voltunk. Akkor mindenhol voltunk, csak ezt a kincset nem vettem észre itt a sarokban. Mert 29 gold is 29 gold. Igaz, hogy 4000 van otthon. De az a 4000 az ilyen elég drágán jött, mert hűség árán tudtam megvásárolni. 17 gold. Elfogyott az ürügyem, megyek én is. Héder, jó éjszakát, jó pihenést. Köszönjük, hogy itt voltál, jó pihenést neked.
Megyünk szépen végig, verünk mindenkit, otthon elosztjuk a küldetésből jövő képességpontokat, és aztán megyünk a kövi küldetésre. Az már szerintem egy 19. lesz. Az első kriptájába érkeztünk meg. Hogy merészelsz belépni ebbe a szent terembe, kérdezi a fickó. Szerencsések vagytok, amiért esküdtettem, hogy több vért nem ontok, még a tiéteket sem. Szerencsére a testvéreimet nem korlátozza ilyen kötöttség. Hát, attól én még elvágom a torkodat, attól nem kell félned. Mi? Ó, Istenem, véletlen rákattintottam! Mordred! Hát a láncvilám, haver, hát belép középre, hát te nem ezt akartam volna, Isten. Kezdjünk egy földrengetéssel, itt ebbe az irányba, ugye? De akkor ide kell neki lépnem. És földrengetést csinálni ide. Nem tudom, na, várjál, akkor innen. Az már mehet. Ez gyönyörű volt. Nem is fognak ránk jönni. Ezek hátba próbálnak majd támadni, úgyhogy Hectorral ezeket lelassítjuk itt. Vigyázzunk, hogy ne hátba verdessék Mordredet. Ez Hector még mindig. Hectornak lehetne egy-két lökés a hát irányba. Azokat nem tudjuk eltalálni, akkor erre menjen rá. 1, 2, 3. Így. A Seraph eskütartó tud bejönni az arcunkba, de én ezt lelöketem a földre. Jó, ezek nem fognak tudni elérni, mert lassítva vannak, ő sem tud elérni. Azok az íjászok mondjuk hátba lőhetik Mordredet, de mindegy, most már ez van. Lépünk egyel közelebb. A fekete tövis kósza tud jeges tüskéket csinálni. Két mező hosszú 90 fokos kúbban csinálja ezt. Az hogy néz ki? Ja, hogy... De hát ez nem is kúb, haver. Hát ez milyen kúb? Ja, hogy így csinálja a kúbot. Elég széles az a kúb, haver. Hát ezt azért fenékbe ne told. Csapás, mérgezett pengék, két körön keresztül mérgezést okozol. Ezek idáig el tudnak jönni, tehát akkor én is ide fogok jönni. A fekete tövis kószát fogjuk megkérni, hogy tankolja már ki azokat a támadásokat. Megmérgezi a pengéit, és benyom egy szép fedezést ebbe az irányba. Így. Merlin tudna akár egy tüzes sárkányt szummonálni így. És elmeköddel megviccelni mondjuk az eskütartót, hogy menjen már rá valamelyik haverjára abba az irányba. Lehetne lerakni még egy holló rajt, így. És szerintem meg is vagyunk. Talán még egy vérátok hiányzik innen. Mordred ide léphetne. Hát igazság szerint nem is, mert tudod mit? Így szépen ő beáll védekezőbe, Bélen errefelé néz, a kósza megvan, mindenki megvan, lássuk mit lép az enemy erre. Megüti a haverját, aki a földön fekszik, de egy szemétláda. Hát azt most törik meg a madarak mindjárt. Fel se tud már kelni. Át is ment a haverjára, yes, és volt egy szép healing. Gyógyítások, áldások, minden egyéb. Bántják a kószánkat, de a kósza fog balról védeni majd. Ajj, micsoda támadások, micsoda őrület. Mordred hátba verte az a hülye, mert be tudott odaállni. Jesus. Nem baj, ide belépünk mellé, akkor nem, oda nem is lépek be mellé. Bélem, mit tud csinálni innen? Akár ezeket megpróbálhatná itt ütögetni. Egyszer. Csinálunk egy jeges tüskét. Ez nagyon tetszett, ez nagyon menő képesség. Egy lépés utána és megöli őt. Gyönyörű, a mérgezés megtörtént. Bélem ide jön, és megveri a haverját. Egy támadásra vesz alkalmat Bélen, úgyhogy szerintem súlyos támadás. Így utána védekező. Erekciónak kellene tudnia csinálni egy tűzfalat, vagy valami menőséget. Azt lehet, hogy meg is ölhetné? Amúgy ég ez a szemétláda. 35-re ég ráadásul. Egy támadás elég bele, utána meghal. A többieket el tudod még találni? Nem. Az öregnek lépnie kell. Picit előrébb jön. Egy támadás, tehát akkor meghal. És utána talán a beavatottra kellene nyomni. Azt a nyílpuskást küldjük már hátra. Jó, ez tetszik. Az a kettő elhalálozik, akkor szinte mindenem meg leszünk. Bélen szembe fordul. Kellene tudni, itt csinálunk még egy-két spellt. Ide mondjuk lemehetne egy hullócsillag is. Csak ki kéne teleportálnom, hogy lássuk, hogy mi történik. Ezeket nincs értelme bántani.
ide balra, nincs értelme bántani, ide kell ezt kinyomni szerintem. Kicsit közelebb is jött, oké. Láncvillámnak volna értelme? 1, 2, 3. Hát lehet, hogy nem. Még 35, az égése 21. Nem lesz elég. De még egy csapást le tudunk akkor nyomni erre. Vérzés rajta van végtére is. Nem fogja tudni megölni. De mégis ezzel nyomnál ki a legtöbb damage-et, szóval nincs kérdésem. Sok bemegy, ott megölik őt a madarak, meg az égés, az át fog ugrani, azt is megölik a madarak. A beavatott nem fog tudni mit csinálni, mert healing kényszerben lesz szerintem. Mordred megüti ezt még. Igaz, hogy ellenállt, de az már minket nem érdekel. Itt pedig már nincsen több AP-nk, amivel tudnánk nyomulni. Kettő meghal, azok támadnak. Jó, meglátjuk ezt így, nézzük meg. Azt megölték, azt szépen levitték a madarak, meg a vérzés is rajta van, az meghal, az is meghal. Közelebb lép az íjász és lő egyet. Hopp, az kitérte, hülye, hát az nem úgy van. Ennyit rólatok, srácok, hát ez így, ez szomorú vég nektek. A madár, hogyha ezt megöli, akkor átugrik és szépen körbever minden talán. De inkább öljük meg mi, jó? A madár átment most oda. A villámmal egy kicsit lesztanolhatnék ebből, vagy abból. De mi öli meg majd azt a szerápnyilpuskást? De meglátjuk, hogyha most ütök egyet a kószával, akkor kettőt ver le, vagy egyet? Az ott le van stunolva. Azt megöljük, arra nyomunk még kettőt. Így, egy vérátkot nyomhatnék még ebbe. Persze, ha látnám, de már nincs is rá elég AP-m, akkor teljesen mindegy. Ő ennyi volt, ide nem tudok lőni. De talán innen, hogyha közelebb állok, az lehet, hogy jobban jön ki majd. Nem akarom hátra taszítani, az a baj. Akkor jobb lenne, hogyha egy tüzes sárkány szállna el erre. Így még a madár is rámegy. Még az ág is húzza szerencsétlent. Bélen ide belép. Bori Milán. Kösz szépen a követést. Üdvít nálunk a vészkorúsban. Gyönyörű. Bejövünk ide, megverjük. Ez a kósza nagyon menő. Azt meg majd elviszi a maradék. Hát ennyit erről. Az egész csapatnak vége lett. Élvezd ki sekélyes győzelmedet, szörke lehet, és a fehér lovag már elhagyták ezt a szent termet. Hol vannak? Beszélj, hogyha tudod, hogy mi a jó neked? A halál a legkisebb aggodalmam. Sokkal rosszabb sors is érhet ezen az átkozott földön. Ne tedd próbára a türelmem. Mi dolga van itt a fehér lovagnak? A fehér lovag hite ragyogó. Nem egy foltot rajta kétség vagy bűn. A Grál erejével együtt mindez elég, hogy véget vessen a hamis istenek uralmának, és létrehozza az igaz paradicsomot. Jaj, mert ők Avalont paradicsommá akarják alakítani. Igen, persze, mennyországot akarnak ebből csinálni. Miközben itt vannak az óriások, a tündérek, meg mit tudom én, harcolnak mindenki mindenkivel, hát ez egy kicsit nehéz, amit ezek a fekete tövis izék akarnak elérni talán. Nem is, lehet, hogy nem is fekete tövis, azok harcolnak a szeráfok, ezek a szeráfok. Bocsánat, rájöttem, hogy mi van. Jó. És akkor a rugó, aki ő most csatlakozott hozzánk, ő a fekete tövis lovagok, ezek meg a szeráfok. Ezek akarják a paradicsomot, ezek meg küzdenek ellene. Jó. Amúgy ki a fene ez a fehér lovag? Szent Ambróziusként ismerheted. Avalon első keresztény lovagja volt. Hűsége és hite még a te úrnőt hideg kő szívét is meglágyította. Az úrnő olyan hibát vétett, amit én nem követek el. Avalon védőszentjéhez beszélsz. Ő az egyetlen, aki megmentett minket a betolakodó sötétségtől. A Grál megsemmisült, ahogy a halász király is. A Grál egy felsőbbrendű erő megtestesülése. Nem oldhatott ki a fényét. Igaz hitünkkel újra kovácsoljuk azon a helyen, ahol annak idején megszületett. Az ott a Korbanik kastély? A Korbanik csak egy név a sok közül, ezt a helyet uralkodóinak akarata, és álma formálta mindig is. A Fomoriak, Danu népe, a sítündérek, és most az emberek. Habár nem félsz a haláltól, meglepően hasznosnak bizonyulsz. Sir Galahad elvárja a látogatásotokat, Camelot bajnokai. Elvárja? Az igen. Szomjazik rá, mondjuk ki, ez volna a hitének próbája. A te sorsod, hát az egyetlen nyitva maradt kérdés. Én már mondtam, hogy készen állok az úr ítéletére. Te hogy vagy ezzel? Hát hiba volna téged életben hagyni, szavasz. Még egy zsarnok döntést hoztunk, hiszen egy zsarnok végigjátszásban vagyunk, amit megszavaztatok. Úgyhogy itt keresztény döntést nem lehetett hozni, igazságosat sem, meg semmi ilyesmit. Kaptunk egy könnyű páncél szigillum relikviát, az nagyon jó, meg egy varázstárgyat.
A küldetést ezzel a játék befejezetnek tekinti, és nem is nagyon van hová menni már, szerintem ezzel végeztünk is. Akkor húzzunk haza, senki nem sérült meg, számottevően. Ez tök jó volt. Ja, komoly szintlépésekben vannak a srácok. Bélen a következő szintet már egy kör alatt meglépi. Kőrejtő rúna. Csak egy páncélt veszít egy találattól, plusz 2 páncél, mínusz 2 időtartam vérzés hatása esetén. Ijászoknak és arkanistáknak használható armor. Csak egy páncélt veszít egy találattól. Ez azért király, mert nekik nagyon kevés. Hát de ez nagyon jó cucc. Na erre kíváncsi leszek, hogy ki fogja megkapni ezt az armort. 15-ös szintű armor. Égés sebzés. Lassított egységek ellen 8 plusz sebzés, 10 páncéltörés. Ez is egy nagyon jó bot egyébként. Poison kevésbé sebez. Megszakító támadás elől minden körben az elsőről kilép. Ez nagyon jó nehéz páncél. Minden megölt ellenfél után kapsz 6 életpontot. 2 LP-t kapsz minden csata első körében. 5 életpont. 2 LP-t kapsz minden csata első körében, 8 sebzés a vérzők ellen, 6 sebzés a fomoriak ellen. Ez még az arkanista Ektornak tök jó lehetne, hogyha vérátkozik, meg mindent is csinál. Jó, és 1200 arany, 300 építkezési erőforrás, 180 relikvia, 3 szintlépés. Ezek lettek az eredményeink, meg a moralitásban hoztunk egy zsarnok döntést, tehát a zsarnok az 16-os, 18-as zsarnokságnál minden küldetés 10%-kal több aranyat adna. Azért az király lenne minél hamarabb kihúzni, hogy ez megtörténhessen. Nem egy szintlépés van, úgyhogy most azzal szórakozunk, hogy mindenki megkapja a lehető legjobb cuccokat, amit csak ráadhatunk, vagy a kezébe adhatunk. Az új úterőt azt mondtam, hogy tápolni kell, meg Mordrednek nem ártana ez a plusz 6 darab páncél, tehát 24-es páncéllal mehetne az öreg, viszont nem ártana neki az sem, hogy hárítás sikeres, akkor az első támadásból minden ellenfél esetén, hogyha sikeres a hárítás, akkor 100%-kal kevesebb a damage, tehát hogy teljes immunizáció damage-re. Mindenki, aki elsőnek üti meg Mordredet. Szerintem ezt behúzom most már azonnal. És mellé teszem azt is, hogy oldalról is legyen képes hárítani 50%-kal. Ez is király lesz. Túlerővel szembeni hárítás is kelleni fog majd. Jó. Oldalsó védelem. Ez nagyon-nagyon szép tankosítás az öregnek. Ez szerintem jól fog működni. A fekete lovag kaphatna akár területi sebzéseket. Azt mondtam, hogy ugye megkapta a földrengetést. Az mondjuk elég menő, hogy neki most már ilyenje van. Hátrataszítás nem kell, a 15% damage az kell bele. Azt én ki szeretném húzni. A cleave-et majd lehet, hogy erősíteni kellene. Vérzést okozva még menőbb lehetne. De ez a sebzés fókusz is királyság. Hős 3 páncélt kap minden 3 el nem költött AP után az előző körből. Mi van? Ilyen van. Hát de ez rohadt OP. Hát minden kör után, ha nem használja el az AP-ját, akkor armort kap vissza. És 8% extra fegyver, de is minden ellen költött AP után. De hiszen ez rohadt jó. Előző körből. Ez nagyon menő. Plusz egy AP-t kap minden harmadik előző körben ellen költött AP után. Ez is kell neki. Akkor itt már látom, hogy armor regeneráció meg egyéb őrületek lesznek. De viszont még a földrengetést meg kellene kicsit durvítani. Menjen távolabbra és legyen erősebb. Vagy éppen sebzés fókusz legyen rajta. Mindennek volna itt értelme. Még a keményebb páncélnak is. 20% értékkel kevésbé megy le a páncél. Extra területi sebzés. Az a cleave-et megtápolja. A földrengetést, az ugró támadásnak. Mindennek adna 20% extra damagét. Hát mondjuk így is elég kemény arc, azt meg kell hagyni. Na jó, menjünk az extra területi damage-re, majd utána szórakozunk a maradékkal. Merlin, na, nála kellene a varázserő, meg hogy 10% fegyver damage minden képességre, meg egymezőben ő a hatótáv, ez szerintem neki egy elengedhetetlen dolog. És úgy látom, hogy most nagyon mást, hát igen, itt a damage-et lehetne a sárkányon növelni, meg két extra mező hatótáv, a madarat kell tápolni majd. Most az illúzió az megszivat minket már így Mordred az armor miatt.
Talán a legjobb tényleg ez lenne, hogy 10% damage, meg egy varázserő, egy extra mező távolság, ezek kellenek ide mindenképpen. Elme vihar tudna Ektort csinálni. Ha legalább három képesség éppen visszatöltődik, egy képesség használata csökkenti az összes jelenleg futó visszatöltődést legyen. Ez szerintem kell neki. Ez egy olyan dolog, bár a tűzmester sem szar. Ez egy olyan dolog, ami kell, hogy a cooldownok csökkenjenek, mert ugye ne csökkenjen semmi. Ez azért kell, mert tényleg sok CD egymás mellett pörög, akkor csak támadni tud, ennek még nincs sok értelme. Itt nagyon sok spell van még, amit ki kell húzni, vagy képesség, úgyhogy igyekezzünk szintre hozni az öreget. Lehetne vadász, minden képesség AP költsége egyel csökken, hogyha csak egy jelenség van. Tehát bosszok ellen olcsóbbak a spellek, az nagyon menő. Plusz egy mezőnyi hatótáv minden támadásra, az már ki van húzva. Hogyha max AP-d van, akkor is egyel nagyobb. 6 mezőre lévő ellenségekkel szemben 10% extra damage, az kelleni fog. Na jó, akkor menjen ez a kettő pont először talán. Még az is lehet, hogy ivényből is valami használható egység lesz a végére. Sasszám, távoli lövés, megy kifele, és több szintlépésünk nincs is, de van 5000 aranyam. A kereskedőnél nézzük meg, hogy mi van itt. Bajnok számára lehetne fomori sebzés, azt köszönöm, nem kérem. Azt hittem, hogy jobbat fogunk kapni ebből. Ez mi? Minden megölt ellenfél után 2 AP-t kapsz. 2 sebzés kapsz a csata végéig minden leterített ellenfél után. 50% kapott sebzésből bónusz támadó erő lesz a következő támadásig. Ez szerintem írtózatosan király cucc a fekete lovagnak például. Igen, ezt azonnal rá is pakoljuk. Hát ez ultimate killing machine lenne ezzel, hogy annyi AP-t kap. Nézd meg! Minden megölt ellenfél után itt kapna 3 AP-t, itt meg még 2, tehát 5 AP, 4-be kerül a támadása. Ha valamire lesújt és megöli, akkor kap 5 AP-t vissza. Az nevetségesen sok. És akkor még utána plusz 1-et, tehát 6 AP-t kap vissza, mert neki egy elixírja is van. Másfél támadást kap, egy támadásért pluszban. Ez hülye. Hát ezt azonnal megveszem. Hát és ezt rakom is rá, ez nem normálisan erős. Hát minden megölt ellenfél után 6 AP-t, ez rengeteg sok. Az nagyon-nagyon merő. Fegyvered milyen? 10-es szintű. 25 damage. Várjál, lehet, hogy rá kéne menni akkor erre. Ez most a területre hatókat tápolja fel, meg a túlerőt. De hát eleve az a baloldali extra páncéltöréssel rendelkezik, meg a fomoria ellen még extra 10 damage, és ebben a fejezetben a fomoria ellen küzdünk. Ezen még gondolkodunk, jó? Ezt még ne adjuk a kezébe egyelőre. Még most teljesen jól vagyunk így. Az nagyon komoly, ez az Onyx lélekkő, az, amit vásároltunk neki. Jó, ez így most meg is van. A következő küldetést nézzük meg már is, hogy mi történik. Van egy új eseményünk. Danu istenő népének harmadik kincse. A bölcseki Danu istenő népének 4 kincséről beszélt, ismét meglátogatta Sir Mordredet. Egy Brandem nevű emberről beszél, egy legendás hajómester és felfedező, akinek sikerült Avalonra hajóznia a tó úrnőjének engedélye nélkül. Miután elhunyt, egy templomot emeltek Camelothoz közel, Brandem nevének tiszteletére, amelyet később katedrálissá építettek át, Pellam király nagylelkű ajándékainak köszönhetően. A legenda szerint a katedrális alatti katakombákban a túlvilági relikviák hevernek, mint Lug lándzsája, Danu istenő népének egy kincse a 4 közül. Erősen el kell gondolkodnunk, kit küldjünk oda. Az ősi iratok szerint Brandem kíváncsiságát csak a hite előzte meg. Erősen el kell gondolkodnom, hogy kit küldjek oda. Hát de kit küldjünk el oda? Valaki volt, aki keresztény? Lehet, hogy arra gondolnak, hogy... Keresztény hőst. Keresztény zsarnok Bélin Ivénnek mondom közben, látod, ő nem semleges. Lady Büdike, aha, ő semleges és nincsen hűsége szinte abszolút. Ivén ugyanúgy szarban van, tehát őt sem tudtam kihúzni. Nem, szerintem amit kérdezett a csávó, a két semlegesünk nagyon szarul el, tehát nem fogom tudni megcsinálni. Téged küldjek oda Spectral? Bélint fogom oda küldeni, mert ő keresztény. Üdikét nem akarom, ő eljön velünk küldizni a kövi körben. Hát Bélint, sajnálom, hogy egy körig nem lesz elérhető, de ki kell, hogy szedjük a kiképző táborból most emiatt. Kijön, abba hagyja a kiképzését. Na már Ivén vagyok?
Bocsánat, Iván, Ivén, elnézést. Valóban. Melyik a jobb, mit szeretsz jobban? Kiválasztott hős, akkor ezek szerint Balin lesz. Aki elmegy, azért a kincsért. Tehát reméljük, hogy csak összeszedi valahogy, és hogy nem sírul meg a küldetés során, mert akkor nagyon mérges lennék. Az örök forrás rítusa. Tavaszvölgy mindig is Camelot élelmiszer forrásaként volt ismert, az istenek mindig jó szerencsével áldották a falut bőséges terméssel. A pletykák szerint ez nem véletlen, hanem a helyi druidák munkálkodásának köszönhető. Ami azt illeti, ezek a druidák gyakran szerveznek szertartásokat Tavaszvölgyben, áldoznak a régi isteneknek. Tiszteletük jeléül meghívták Camelotot a következő ceremóniára. Egy lovagot várnak tőlünk, aki a szertartáson részt fog venni. Óhitű. Jó. Óhitű egység. Mehetne akár Lady Isolde is. Remélem, hogy jót döntök, vagy jól döntök. Így, jó, most elküldtünk, akkor minden eventet kezeltünk. 19-es küldetés, 18-as főküldetés. Jó, a 18-as főküldetésre kell rámennem. Alig vannak 19-es egységeink. 18-as főküldetés kell, hogy megtörténjen, akkor azt mondja, hogy a vörös lovag. Az most tanul, következő körben 18-as lesz. Itt Mordred mindenképpen szükséges lesz. Fomori lesz az ellenfél típus, ami ellen küzdünk. Amúgy ez a csapat, akit most raktunk be, teljesen jól funkcionálna a következő küldetésben is, de Bélen helyett lehet, hogy a fekete lovagot kellene beküldeni, és mondjuk Ektor helyett... Nem, Ektor kell, mert Ektor lesz az, aki ugye a halálos átokkal leveszi a Fomori óriásoknak a HP-ját egy harmadára. Aranyutalomban fogunk részesülni. Lehet, hogy Lady Bimbo helyett akkor tényleg mégis jobb ez a csapat így. Egy kicsit már a megszokott dolgokba megyünk bele, nem a legjobb döntése, ezt tudom. A többiek addig maximum tanulnak majd. Hát egy kicsit szar a helyzet, de mindegy. Camelot kiképző tábor. A vörös lovak mellé Bürikét el kéne küldeni a lovagi tornára, hogy 18-as legyen. Ginevert szintén mellé küldjük, így. És akkor Lady Bimbo. Ivén. Lady Bimbo. Bélen. Bélen el fog menni 19-es szintre lépni. Gyakorlatozás, menjen. Jó, a két ijász még 18-as marad. A fekete lovag valószínűleg át nem fog ő sem fog szintet lépni. Itt 4 darab egység fog szintet lépni, 1399 goldunk van. A kerekasztalban nézzük, mit tehetünk. 2000 aranyat kérek 500 erőforrásért. Az két körön belül meg lehet csinálni, most nem. Építkezési erőforrás nem kérek, köszönöm. Azonnal feltölti a kereskedő áru készletét. De még nem annyira rossz, ami benne van, azt nem akarom most. A bűvös toronynál van 1279 relikvia porom, és nézd, mennyi minden van itt. Ezek eddig nem voltak itt. Mi a fene? Ez egy nagyon jó íj. Lady Bimbo kezébe, aki most tüzes vadállat. Igen. Most ezt át lehetne rakni mérgezésre inkább. De jobb az íj, ami nálam van, akkor ez felejtős. Ez mit csinál? Amikor megütik, minden támadó egység felé fordul. Figyelmen kívül hagy a páncéltörés értékből 25%-ot, 5% sebzés csata végéig minden kapott talált után. Hát amúgy ez egy elég menő cucc. 18 armorral, meg mindennel. Hát a fekete lovagon nincs ilyen menő armor. Hát menj már! Mérgezi most jelenleg a közelharci támadókat 25% fegyversebzések két körig. Bónusz támadó erő átalakul 5% extra erőbe, amit bekap, 5 extra sebzés két körig minden megölt ellenfél után. Ezt nem vehetjük le róla. De hát ez az armor, amit be lehet szerezni itt, ez nagyon-nagyon szuper táp. Itt van olyanunk, hogy fél szintre elegendő XP-t kaphatnánk. Azt mondja, hogy ez a földrengető rúna területre ható támadásokat tápolja meg iszonyatosan, ez elég király cucc. Itt van olyan, hogy 10% talált arany egy környi hatás főzetekre, pihenéskor két üres fogyó eszközre kezd tölt fel csapatban egyszerű főzetekkel. Ez tök menő. Tehát visszaregenerálja a potikat. De hiszen ez nagyon menő, és ez kizárólag élharcosok, tehát a Balin, illetve Bürike használhatná. Ez micsoda? Minusz egy AP erősugárra. Hátra taszítás egy mezővel arrébb löki az ellenfele, 10 páncéltörés, 25% mínusz sebzés erősugára. Hát akkor miért jó az? Olcsóbb, de kisebbet ver, akkor ez felejtős. Élharcosoknak, bölcseknek, megszakító támadás elővel a kitérés. Távolsági támadás esetén plusz egy mező távolság. Hát ez szart nem ér. Jó.
Suttogókő két páncélt kap minden csata után, ha nem sérült meg közben. Kitér az első támadás útjából egy mozgás. Ez nem jó. Ez mi? Hátba szúrásra 8 damage a bölcseknek, ez csak bölcs használatja. Még nem sebzett egységek ellen 8 damage, 4 sebzés páncél nélküli egységek ellen, ez sem jó semmire. Jó, nem fogunk itt kiúzni semmit, ez az armor, ami nekem nagyon tetszik. Ez szerintem még akár Bélennek is menő lehetne. Hát 17-tel több HP, menj már. És nézd már, milyen kis csicska armor van Bélenen. Ez hülye. Hát ezzel nyomulsz, Bélen? Hát ezt azonnal pakoljuk akkor át erre. Hát ez nagyon jó. Akkor, hogyha bedarálnám ezt, várjál. Ijászok és arkanisták armorja. 1040-et kapok, hogyha bedarálom. Egyformán rossz mind a kettő. Soha nem jó semmi. Amit átadnék. Nem jó az, nem. Inkább az ijászoknak lenne jó az az armor, ami nálam van. Ó, de még mennyivel jobb, oda néz. Ajaj. Ezt rá kell adnom Bimbóra, ezt az armort, amit találtunk. Így, ez a 28-7-es. Akkor ezt, hogyha bedarálom, akkor utána még mindig nem vehetem meg. Nincs nekem valami, amit bedarálhatnék itt esetleg? Valami, amit nem akarok használni? Ha mondjuk Bélenem meg pont nincs. Hát akkor lehet, hogy egy kört el kell, hogy még vigyük ezt így, és akkor az éberség jelét utána adjuk majd Bélenre. Az fix, hogy ezt már be fogom darálni, ez nem kell. 1539-en van, milyen kár. Nincs senkin valami, amit le kéne vennem, hogy bedarálhassam. Nem nagyon mi. Hát nem igazán. Büdikének még felszerelése sincsen jó formán. Random relikvia kellene, amire nem lesz már szükségem. És kioffolható. Mondjuk ez mondjuk olyannak tűnik, ez a dükő. Ennek a helyre nincsen valami jobb, amit ő használhatna. Minden megölt ellenfél után 6 életpont visszanyerése. Minden csata első körében 2 AP, 5 életpont extra. Várjál, ez nem is az, bocsánat. A másikra menjünk rá. Azt nézzük meg, hogy hogyan lehetne a legendás cuccot rajta leváltani, mert... Ja, hogy semmim nincs, ami azt váltaná le. Haver. Igen, erre a dükőre. Mondjuk ennek meg lehet, hogy Mordred mindig odaadhatná ezt, nem? És akkor taglózna állandóan. Hárításra támad a varázslatok ellen. Aha. Szerintem ez lesz, ezt én szépen kiveszem, ide beteszem, be is darálom, kiveszem a durva armort, így, és a durva armorral egyébként meg még neki is sokkal jobb lenne. Tehát ez egy olyan armor, amit bárkinek odaadhatnék, mert még konkrétan ennek is sokkal jobb. Tehát egy mozgó armort vásároltunk most ebből, és akkor elsőként szerintem Bélem fogja magára venni. Én is imádlak. Ivánnak hív, azt szereted? Ivánt imádja. Tehát látszik rajta, tele van szeretettel. Ez itt a vörös lovag, akinek nem adok semmit, neki akarom ezt odaadni. És akkor nézd csak, 66 életerő meg 18 páncél helyett. 86 életerő és 20 páncél. Az akciópontom mondjuk egyel kevesebb, de azt most pont leszarom. Nagyon jó. Ezt az Onyx lélekkőt majd átadjuk Bélennek, hogyha őt visszük el küldetésre, és akkor így extrában kapja majd vissza az AP-kat, ugye, hogyha valakit kinyírna. Szerintem itt kezd elválni majd a dolog, hogy a fekete lovag végtére is erősebb lesz majd, mert ugye mindig többet és többet fog tudni gyilkolni. Ez szerintem király. A gyilkos erőt kell rá még kihúzni, meg ezt a sebzés fókuszt, és akkor el nem költött AP után, meg mozgás után is kapja majd a damage-et még pluszban, ugye a harag mellé. Szerintem ezzel meg vagyunk, és mindent jól elintéztünk. Ivény szintet lépett, mindenki szintet lépett, elküldtük az embereket, ugye elküldtük a kiképző táborba. Igen, ez megvan. Jó, akkor a következő küldetésünk, amit még ma este teljesíteni szeretnék, 1 óra 22 van, az egy fő küldetés lesz, a gyülekezés. A piktek egy rejtélyes lovak körül gyülekeznek, aki Arthur király lelkének utolsó töredéke lehet. A fekete tövis tanács druidái felvették a kapcsolatot a szövetségeseikkel, akik megtalálták ennek a gyülekezőnek a helyét. Nincs vesztegetni való időnk, támadnunk kell, amint lehet. Fomoriak ellen megyünk, aranyjutalomban fogunk részesülni, és mentünk egyet, ez a 49. küldetés, lássuk.
Szerintem ez a csapat, ez vállalható. Várjál, a fekete lovagnak nem lenne jobb a másik armor, amit most vettem? Nem, mert ő meg extra damage-ot kap minden megölt ellenfél után. Hát annyira kicsit kevesebb az életereje. Kicsit sokkal kevesebb. De nem baj, megpróbáljuk megmenteni majd valahogy, nem? Hát szarjunk bele, és tegyük át azt az armort, amit most... Hát átrakom, jó? Átrakom, bocsánat. Ne felejtsük el, hogy akkor most bélenem valami kula van. Így, 47 életpontja lehetne a 80 helyett. Így ennek a fekete lovagnak 103 az életerő, ez hülye. 103-ra ment fel az életerőpontja 20 armorral. Na jó, hát akkor menj. Hát ez érdekes. De akkor menjen, nézzük meg. Küldetés indítása.